Mondhatom? Sziasztok! Péntek este 60 és ez itt a Pont. A vírushelyzetre való tekintettel sajnos most nem tudunk a stúdióban műsort vezetni, így itthonról egyedül jelentkezem be. Szerencsére stábunk már az online oktatás előtt is tevékenykedett, így a mai adásunkban elbírunk ellátogatni a Bibó István gimnáziumba. A suliban működik egy sakszakkör is, akik heti rendszerességgel edzenek és versenyekre is járnak. Ez számomra is izgalmas és új, hiszen én se tudtam róla, pedig bibós vagyok, úgyhogy én is nagyon várom ezt a riportot, nézzük is meg együtt! Mióta sakkoztok és miért pont a sakkot választottátok? Én olyan majdnem egy évtizede sakkozok már, és azért választottam a sakkot, mert a család, tulajdonképpen családi kötődésem miatt édesanyám is tanított meg először sakkozni, és ezért választottam a sakkot. Én kb. 5. óta sakkozok, és csak a testvéremet szerettem volna nevelni egyszer. Én is már több mint 10 éve kezdtem el a sakkot, és az egyik barátnőm hatására. 9 éve sakkozok, és azért kezdtem el sakkozni, mert még kisiskolás koromban egy barátomnak szerettem volna visszavágni, és elkezdtem edzésekre járni. A szakkör milyen rendszerességgel kerül megrendezésre? A szakkör egy hetente szokott megrendezésre kerülni, de mostában online, Skype-on szoktunk sakkozni minden csütörtökön, de ez igazából megegyezés kérdése. Elég sok időt veszel a sakk, de azért is, mert nagyon szeretem csinálni. Hetente 5 óra edzésem van edzőkkel, és emellett még rengeteget sakkozok önállóan is. Most a vírushelyzet miatt egyre kevesebb, illetve szinte nincs is verseny, de nyilván folyamatosan gyakorlunk önszorgalomba otthon. Hogyan zajlik itt az iskolában egy edzés, hogyan építitek fel ezeket az edzéseket? Általában a Károly Tibor nemzetközi mester mutat nekünk a saját elemzéséből, mintapartikat nézünk, vagy ha épp részt vettünk egy versenyen, akkor közösen megnézzük a partikat. Heti egyszer átjövök, és akkor előadást tartok, megnézzük a játszmáikat a fiúknak, hát is sakkozunk. Igyekszem, amennyire az idő engedi, minél hasznosabb legyen az edzés a fiúknak, és minél többet tanuljanak. Taktikákat is megtanít nekik, vagy csak az éppen adott versenyről készült felvételeket elemzik ki? Ezt is, azt is. Általában, ha van kérdésük, azt megbeszéljük, akkor én sok sakkönyvet írok, és akkor abból is szoktam mutatni, hogy hogy tartok egy könyvemmel. Hogyan néz ki egy verseny, egy sakkverseny? A legtöbb verseny általában 7 vagy 9 fordulós. Vannak hosszabb, például FIDE, vagy Rapid, vagy Blitz versenyek. Tehát a FIDE az olyan általában mindkét játékosnak másfél órája van. Van Rapid, 20-20 perces, illetve Blitz, a gyors az ilyen kb. 5-5 perces. Ugye a legutóbbi versenyünk, ahol együtt voltunk, az a csapatos diákolimpia volt, amit megnyertünk a megyében, de sajnos ugye a vírus miatt az országos el lett halasztva, így azon nem tudtunk részt venni. Csapatos szinten például már általános iskolában is országos másodikak lettünk hatával, egyénileg én úgy gondolom, hogy a tavaly megrendezett Balaton Lelei 6. helyem, ahol az első és a második a világbajnokságra, illetve Európa bajnokságra jutott ki, és én úgy gondolom ez a 6. hely, ez egy szép eredmény. Miért jó, hogy itt helyben az iskolában tudtok készülni, és nem kell elmenni máshova?
Hát mert nagyon közel van, ugye egyik legjobb nemzetközi mestertől tudunk tanulni. Kinek ajánlaná a sakkot? Mindenkinek ajánlom. A gyerekeknek annyiból nagyon jó, hogy önfegyelmet tanít, koncentrálni megtanítja őket, tehát felelős, valamit, tehát a sakkba csak azért nyerhetünk, mert jól játszunk, és azért vesztünk, mert hibázunk. Hát, hogy aztán, ami fontos a sakknál, hogy érdemes elgondolkodni, hogy mit akar az ember a sakktól. Tehát, mint a kicsi hasonlít a nyelvre a sakk tanulása, hogy ha valaki oroszul tanul, elkezd tanulni, nem mindegy, Dosztojevszkit akar olvasni eredetibe, vagy pedig csak meg akarja kérdezni, hogy a posta hol van. Tehát a sakkban is fiatalon, hogyha valaki versenyző akar lenni, akkor annak megfelelően kell hozzáállni. Egyértelműen fejleszt ugye a logikát, a logikai képességet, és azt, hogy egy kicsit máshogy lássuk a dolgokat, úgyhogy szerintem segít egyértelműen. Az iskolai teljesítményben változást mutat, hogyha az ember sakkozik? Hát, hogyha csak sakkozik, akkor nem. De szerintem hasznos. Tehát, hogy mondjam, hát a koncentrálás, a tanulási képesség, hát szerintem hasznos. Én azt gondolom, hogy sok előnye van. Egy szakura szakkör működik. Ezt újra, ezt nem szeretem. Az iskolának a művészetek termében pedig szakura szakkör működik, ahol az összes rajzolni vágyott, versírót szívesen várják. Itt ennek a szakkörnek az a lényege, hogy akár az egyetemi jelentkezésekre vagy érettségre is felkészítést nyújtanak rajz és festés művészetek terén. Szabadon lehet kreatívkodni, és velük készítettünk egy riportot. Ezt a termet úgy hívjuk, hogy szakura műhely. Ez egy japán szó, cseresznyevirágot jelent, ha jól tudom. És ez egy kicsit a szakkört is felidézi, ez a szó. És ez egy olyan szabad hely, ahova azok a diákok is bejöhetnek, akik csak magánszorgalomban rajzolnak, vagy alkotnak. Tehát itt mindenféle felszerelést megtalálnak, meg könyveket. Tehát a környezet úgy van kialakítva, hogy ilyenre is lehetőséget adjon. Meg felkészítéseket szoktam itt csinálni néhány diáknak, felvételire, érettségire. Így kell elképzelni. Körülbelül egy másfél évvel kezdtük el tanárúrral a rajzolást. Mivel rajzfelvételire készülünk, ezért legtöbbször télbeli rajzokat szoktunk rajzolni és tanúsozni. Mihez kell nektek ez a felvételi? A BME építészmérnöki karára kell rajzalkalmassági vizsga, és oda készülünk. Hogyan zajlik egy foglalkozás itt? Milyen térbeli rajzokat szoktatok készíteni? Hát először is tanár úr beállít valamilyen modelleket, és segít elkezdeni őket, és hogy hogyan kell felvázolni őket, mi pedig próbálkozunk. Egy-egy ilyen térbeli alakzatnak a megrajzolása, elkészítése körülbelül mennyi időt vesz igénybe? Hát igazából a forma nehézségétől függ, de talán a 3-4 órát. Összeülünk egy vagy két órára, lehetőség szerint két órára, mert a rajzolás az időigényes dolog, és akkor vagy beállítok egy tárgycsoportot, vagy megadom a témát, és akkor próbálok egy picit korrigálni, segíteni a folyamatban, de itt nagyon fontos, hogy az a munka a legfontosabb, amit a diák maga végez el, és maga oldja meg a problémáit. Engem rajz érettségére készít elő Kodorics Gábor tanár úr. Én sokat rajzolok, festek, verseket írok, novellákat, és nagyon érdeklődöm a művészetek iránt. Milyen stílusokban alkotsz? Igazándiból még nagyon keresgélem a stílusomat így az alkotás terén. Kicsit úgy a képregényesebb rajzolást preferálom. Éppen dolgozom a novella kötetemben, amit én illusztrálok a szereplőimmel és a helyszínekkel.
említetted, hogy rajzérettségére készülsz. Miből áll egy ilyen rajzérettségi? Az írásbeli rész az inkább az ilyen képfelismerés a különféle koroknak a műtárgyairól, az építészettel kapcsolatos rész, valamint sok fogalom van, amiket kapcsolja a képekhez, és a úgymond szóbeli rész az inkább az ilyen projektmunkák, ami ilyen 7-8 darab projektmunkát kell bemutatnom, amiket készítettem. 8 munkát kell elkészíteniük, vagy kiválogatniuk. Ebben mi minden fér bele? Tehát inkább egy kínálatot próbálok adni nekik, és lehetőségeket elsősorban, és azon belül arra biztatom őket, hogy próbálják meg a saját érdeklődésüknek megfelelően alakítani ezt a portfóliót, hogy magukból is, az érdeklődési körükből is minél többet meg tudjanak mutatni. Tehát én erre törekszem. Igazából próbálom gyűjtögetni azokat az alkotásaimat, amiket az évek alatt már elkészítettem, és megpróbálom őket majd úgy összeválogatni, hogy azok beleíjenek a megadott témákba. Van egy olyan szempont, hogy tárgytervezés, ezt mindig a diákok a végére hagyják, mert ez egy hosszabb folyamat. Tehát ez egy olyan kreatív feladat, amiben nincs gyakorlatuk, tehát se általános iskolában, se később nem nagyon tudtak gyakorlatot szerezni, és ettől egy kicsit tartanak. Úgyhogy ebben kell a legtöbb segítséget, legtöbb biztatást nyújtanom, hogy egy olyan tárgyat próbáljanak elképzelni, hogy megtervezni, ami a környezetükből például hiányzik, tehát valami kicsit gyakorlatilag megközelítést kíván a dolog. Meg hát ugye ez egy hosszabb folyamat megtervezni valamit, mint pusztán megrajzolni valamit, amit lát maga előtt. A szakköröknél maradva, még robotika szakkör is van az iskolában, ami szerintem az eddigiek közül a legizgalmasabb. Itt a gyerekek elsajátíthatják a programozás alapjait. Azt hiszem, ez egy tényleg érdekes és nehéz téma is, úgyhogy nézzük is. A mai alkalommal a jelzőlámpát készítjük el. Két éve létezik a szakkör, és én azóta tagja is vagyok. Miért pont a robotikát választottad? Mindig is érdekeltek az ilyen mechanikus, meg elektronikai dolgok, és a robotika egy olyan tárgy, ami ezt ötvözi. Én ugye 9-es vagyok, és idén kezdtem el. Mi ennek az egész robotikának az alapja? Kezdő lépés igazából az, hogy az ember tudja az elektronikát, hogy hogy működik mögötte, hogy hogy kell összeszerelni dolgokat, akkor utána kell informatikai tudás hozzá, hogy lehessen programozni, meg igazából elképzelés kell, hogy mit szeretne az ember összerakni. Én kíváncsi voltam erre, és akkor szerettem volna kipróbálni. Hát én is hasonlóan vagyok, és még jövőben ugye elég fontos része lesz az életünknek a robotika és a elektronika, és valószínűleg tudom majd használni. Engem érdekel a mechatronika, mi ugye a robotikával foglalkozik, én azt szeretnék jövőben tanulni. Eddig még csak ledeket programoztunk, hogy milyen gyakran villog és milyen gyakran áll le, és igazából most még csak ennyi. Érdekes, egy kitűnő hobbi, és lehet vele jó, szóval jó szórakozás. Kezedben tartasz egy kis autót, mennyi idő volt, mire ezt elkészítetted? Ezt egy ilyen csomag alapján szereltük össze, igazából pár óra alatt el lehetett készíteni. Elől ez alapján tud akadályokat kikerülni, illetve az alján van egy ilyen ultrahangos szenzor, ami alapján pedig vonalat tudnak követni a földön. Milyen egyéb tárgyakat szereltél már össze itt az iskolában a szakkör keretén belül? Hát ezzel az ultrahangos szenzorral, ezzel ugyanilyen tolatóradart csináltunk például, akkor van ilyen zümmögő, azzal ugye különböző hangokat kiadtunk, zenét le lehetett vele játszani, akkor vannak kijelzők, azokra is különböző dolgokat kiírtunk például. Mit tartasz éppen a kezedben? Ez egy közlekedési lámpa, ami időre van ütemezve, hogy milyen gyorsan váltakoznak a
kibe kapcsol, és mint a valóságban is, először van piros, utána piros-sárga, utána csak a zöld, utána sárga, és végül simán piros. Mennyi idő volt elkészíteni ezt a jelzőlámpás berendezést? Nem volt hosszú idő, mondjuk olyan 10 perc talán. Miért jó az, hogy itt az iskolában van ilyen robotika szakkör? Hát diákok így felfedezhetik, hogy ebben is mondjuk tehetségesek. Szerintem azért, mert helyben van, nem kell utazni hozzá, itt van, és a másik az, hogy lehet felismerni dolgokat így a elektronika területén is. A fiatalabb korosztály így ez alapján már például tud, ha ezzel szeretne a jövőben foglalkozni, akkor meg tud ezzel ismerkedni. Mint már említettem, nekem a robotika szakkör volt ezek közül a kedvencem. Ha esetleg köztetek van olyan, aki 8-os és középiskolát választ, akkor szerintem ez most egy elég nyomós érv lehetett, hogy a Bibó mellett döntsetek. Ezen kívül vigyázzunk egymásra, hordjunk maszkot, és hát reménykedjünk benne, hogy minél hamarabb visszaáll a rendes oktatás, és minél többen tudtok ezek közül az izgalmas szakkörök közül valamire jelentkezni. Sziasztok!